akár hiszitek, akár nem, már a gyerekjátékokban van fizika. Hoztam is rögtön egy ilyet. Nem tudom, ki az, aki látott már ilyen gyerekjátékot. Tegye fel a kezét. Ki az, aki esetleg tudja a nevét is? Kejfen. Van kedved kijönni kísérletezni? Gyere, próbáljuk, hogy hogyan. El tudod mondani, hogy a Kejfej Jancsó, ahogy kell játszani? El tudod mondani, hogy hogy kell játszani a Kejfej Jancsival? Tehát mielőtt még a kezedbe adnám, elmondod nekem, hogy hogyan működik, mit kell vele játszani. Ha megpróbáljuk eldönteni, akkor egyből feláll. És parancsolj, abszolút jól tudod, tehát akkor megpróbáljuk eldönteni, és egyből feláll. Hát vagy feláll, vagy nem. Hogy világos, a fizika tanároknak vannak hülye viccei, ez az egyik ilyen, de nem probléma, mert én hoztam egy másik Kejfej Jancsit, és nézzük meg, hogy ez a Kejfej Jancsi, ez egy mackó, de hát ez ne zavarjon minket. Ez már tudja, amit akarunk, tehát egy elbillentyűk, és akkor ez fogja magát, billeg, zenél, és mindenféle egyéb dolgokat csinál. Az a kérdés, hogy mi lehet a kettő között a különbség. Próbáljunk meg együtt utána járni annak, hogy a Kejfej Jancsi, ez miért nem működik így, és az meg miért működik amúgy. Az első... Egy kis súly van az aljában. Na ez az, nagyon jó. Tehát azt mondja, hogy van benne egy kis súly. Tehát hogyha az ember így a kezével megfogja az egyiket, megfogja a másikat, akkor lehet érezni, hogy az egyik nehezebb, melyik nehezebb, amelyik jól működik. És ugye az a lényeg, hogy itt az alján van benne egy súly, ez a súly, amikor letesszük, akkor a legalsó pozíciójában van. Képzeljétek, amikor elkezd az ember ezt így billenteni, akkor ez a súly egyre följebb és följebb kerül. Ahhoz, hogy följebb kerüljön, az nekünk meg kell dolgozni, úgy mondják, hogy munkát kell végezni, és ha elengedjük, akkor ő szeret visszamenni a legalsó helyre. Emlékezzetek vissza, bármit elenged az ember, akkor az elkezd lezuhanni. Ugye itt nem tud lezuhanni, csak ide-oda tud billegni. Ilyen egyszerű a dolog. Egyébként ez azt kell mondjam, hogy ez a kis Kejfej Jancsi az én kisfiamnak volt annak idején a kedvenc játéka, és mindig oda vágta a földhöz. Látod, meg is van repedve. És akkor egyik este mondtam neki, hogy vigyázz, mert hogyha nem vigyázol erre, nem leszel jó barátságban a Kejfej Jancsival, akkor másnap lehet, hogy soha többet nem fog fölállni. És akkor ez itt megrepett körbe, ezt kiszedtem, és úgy, tehát olyan bőgés volt belőle, hogy ne tovább, és akkor egyről megtudtuk, hogy hogyan működik a Kejfej Jancsi. Köszönöm a segítségedet. És akkor, tehát akkor ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen, amikor az ember kísérletezik, akkor a korosztálynak megfelelő kísérleteket lehet bemutatni. Az első ilyen dolog az az lesz, hogy megnézzük egy nagyon egyszerű kísérleti eszköz segítségével. Egy palackot hoztam ide, itt van egy dugó, és ebben a dugóban van egy úgynevezett labdafújó szelep. A labdát, amelyeket föl lehet pumpálni, hogy kemény legyen, jól pattogjon, ilyen tűn keresztül lehet fölpumpálni, és akkor meg tudom mutatni nektek, hogy ezzel az eszközzel, ezzel a palackkal, ezzel a labdafújó szeleppel, ezzel a pumpával, meg ezzel a dugóval mit lehet követni. Tehát azt fogom csinálni, hogy elkezdem ebben a pumpával ezt a palackot fölpumpálni. Egyre nagyobb és nagyobb mennyiségű levegő lesz ott bent, ez azt jelenti, hogy megnövekszik a nyomás. Az, hogy megnövekszik a nyomás, az azt is jelenti, hogy egyre feszesebb lesz. Ha be akarnánk ennek az oldalát nyomni, egyre nehezebb. És fogja az ember, megpumpálja, így. És amikor hirtelen kihúzom a dugót, akkor keletkezik egy felhő itt benne. Látjátok, ott a felhő benne. És akkor tulajdonképpen felhőt már mindenki látott. Az a kérdés, hogy hogy keletkezik, mi a módszer, ahogy elő lehet állítani, és hogyha van egy elképzelésünk, hogy ott fönt mi történik, akkor ezt esetleg itt meg lehet csinálni. Meg lehet csinálni? Hát láttuk, hogy meg lehet, akkor próbáljuk megérteni, hogy mi is történik. Amikor az ember ezt elkezdi belepumpálni, akkor ugye most annyi levegő van benne, amekkora ennek a térfogata, másfél liternyi. Ahhoz, hogy ide több levegő kerüljön bele, mint amennyi egyébként az ő térfogata, meg kell dolgoznom érte. Egyre nagyobb és nagyobb erővel kell belepumpálni, és egyre több és több levegő lesz benne. Megnövekszik a nyomása, megnövekszik a tömege, és megnövekszik a hőmérséklete is.
az a levegő, amit körülöttünk van, abból kerül be. Mi van ebbe a körülöttünk levő levegőbe? Hát a oxigén biztosan van benne, nitrogén biztosan van benne egy kis argon, egy kis széndioxid, és a legizgalmasabb, hogy van benne vízgőz is. Ez a vízgőz, ahogyan bepumpáljuk, melegebb és melegebb lesz a levegő, ez a vízgőz, ez oldatban marad. Gőzhalmaz állapot. Amikor kihúzom a dugót, akkor le fog hűlni a palack, és a benne levő vízmolekulák elkezdenek egymáshoz összetapaszkodni. Úgy képzeljük el, hogy egymás kezét megfogják, és amikor már akkora lesz egy ilyen csomó, ami összemérhető a fény hullám hosszával, ezt a mondatot nem kell megérteni, amikor már akkorák lesznek ezek a részek, hogy zavarják a fény terjedését, akkor látni fogjuk őket. Így keletkezik a felhő. A természetben ugye az van, hogy föl kell a nap. Rásüt egy szántóföldre, ami legyen nedves. Ettől elkezd a nedvesség párologni, és elindul a gőz halmazállapotú víz fölfelé. Ahogy elindul fölfelé, egyre hidegebb és hidegebb levegő rétegekkel találkozik, lehűl, elkezdenek összetapadni, és pontosan ahogy itt is keletkezett a felhő, itt is, ahogyan itt keletkezett, annak a mintára ott is elkezdenek ezek a részecskék összetapadni, és amikor már olyan nagy lesz ez a csöpp, akkor elindul lefelé, és ebből eső lesz. Tehát ilyen egyszerű a történet. Jó, tehát én azt gondolom, hogyha ezt az egészet megérti az ember, akkor lehet látni, hogy egyszerű módszerekkel sok mindent megtudunk a környezetünkről, a körülöttünk levő világról, annak a működéséről. Meg tudjuk érteni, hogy hogy is történik ez. És hogyha ezt mind megértjük, az azért fontos, mert a fizikának a lényegét fogjuk megérteni. Tehát a fizikát miért csináljuk? Ugye az egyik dolog. Hát lehet azt mondani azért, mert a fizika tanárnéni összehúzza a szemét, és csúnyán néz ránk, ad egy egyest. Például ezért tanulhatunk. De ne ez legyen a hajtóerő, hanem a hajtóerő legyen az, hogy megértjük a körülöttünk levő világot, tudunk majd válaszokat adni arra, hogy hogyan kell élnünk a Földön, és hogyha ez így van, akkor az a kérdés, hogy hogyan tudunk egy olyan útra lépni, ahol nem a lehetőséget fogjuk fölélni, tessék végig gondolni, hanem egy olyan életet fogunk tenni, amit úgy hívnak, hogy fönntartható fejlődés. Egy következő kísérlet főszereplője egy pohár lesz. Találtam itt egy ilyen tappancsot. Ez arra való volt, hogy egy ilyen fürdőszobába föl lehet akasztani, rányúlja az ember a csempére, és akkor sokáig ott marad, és egy akasztót lehet tenni. Ebből a hármasból fogunk egy kísérletet kitalálni. Szükségem lesz egy kis vízre. Akkor nézzétek meg. Beletölti az ember ezt a vizet. Igen. A mai modern kupakok, ezek már néha idegtépőek tudnak lenni. Na tehát akkor fogja az ember, teletölti ezt a poharat vízzel. Jól megtöltöm, hogy jól tele legyen. És nézzétek meg, ha az ember közel hajol, akkor a közelülők látják, hogy ez egy kicsit domború. Ugye ez látszik. Ugye a pohár jobban tele van, mint amekkora a... Tehát nem vízszintes, hanem így kifelé domborodik. Na, itt van ez a gumilap, ezt helyezzük ide rá. Így. És hogyha fogja az ember, akkor ezt így egy mozdulat, hogy meg tudja fordítani, és nem folyik ki a víz. Ez egy nagyon egyszerű kísérlet, és az a helyzet, hogy én gondoltam, hogy hát... Ez ideig mind szép és mind jó, de ez már mindenki látta. Előre mondtátok, hogy mi fog történni, gondoltam, hogy csavarunk egyet rajta. Na, itt van ez a tappancs. Ez a tappancsot én ide beleteszem, és amint látjátok, fogja az ember szépen rátülteni, és így föl is tudjuk emelni. Nem csak, hogy föl tudjuk emelni, hanem ha az akarja az ember, hogy lehet lóbálni, és így meg is lehet így forgatni. Ígyni. Tehát, és akkor tulajdonképpen, ha megkérdezi valaki, hogy hogyan sikerülhet egy ilyen mutatvány, akkor azt tudjuk mondani, hogy hát ebben fizika a főszereplő. Ugye az a lényege, hogy amikor az ember egy ilyen poharat teletölt vízzel,
beleszorítja úgy, hogy buborék, nézzétek meg, hogy látszik nagyon szépen, hogy buborékmentes ez az egész, tehát igyekeztünk arra figyelni, hogy ne legyen benne buborék, és amikor ezt innen az ember le akarja húzni, akkor ugye ott keletkezik egy légritka tér, és ennek a légritka térnek nagyon komoly ereje van, ami ott nem tudjuk ezt fölemelni. Tehát az ember fogja magát, és ezt a kis tappancsot, ezt a tappancsot ide rátesszük, így, ennél fogva föl lehet emelni ezt az edényt, sőt nem csak ezt az edényt lehet fölemelni, hanem erre teszünk súlyt, ezt a súlyt is föl lehet emelni. Tehát, hogyha jó meggondolja az embert, nézzétek meg, simán föl lehet, hát ugye ezt most ki kell egyensúlyozni, mert ez egy olyan lesz, mint egy mérleg. Szóval mindenki látja, hogy föl lehet emelni. Ahhoz, hogy ezt innen le tudjuk tépni, le tudjuk szakítani, ahhoz meg kell küzdenünk a levegő nyomásával. Nézzétek meg, hogy mennyire viszonylag nagy erővel tudjuk ezt. Tehát a levegő nyomásával kell megküzdenünk, mert ugyanis a levegőnek ahhoz hasonlóan, mint a folyadékoknál tapasztaltuk, hogy ugye az ember egyre mélyebben és mélyebben megy a vízbe, egyre nagyobb és nagyobb lesz a nyomás. A levegőnek is van nyomása, csak az annyira benne élünk, hogy ezt nem szoktuk megélni. Tehát tulajdonképpen itt a levegőnek a nyomásáról szól ez a kísérlet. Hát erre még szükségem lesz, úgyhogy ami biztos, biztos, én elsöpröm ezt a vizet erre. Így. Jó, és akkor jöhet a következő kísérlet. Én hoztam magammal egy jó pár eszközt, olyan eszközöket is hoztam magammal, ami a háztartásban meg lehet. Az egyik ilyen, amit úgy hívnak, nem tudom, láttatok-e, úgy hívják, hogy gőzping, nem kell félni. Ez a gőzping, ez azt tudja, hogy beletettünk vizet, beletesszük, bedugjuk a konnektorba, és ezt a vizet ő felforralja, és ez a forrásban levő víz, ez lesz a főszereplőnk. Nézzétek meg, hogy mit hoztam. Hoztam magammal egy kis tányérba vizet. Azért, mert tudom, hogy a kísérlet nagyon forró lesz, ezért hoztam hőszigetelő kesztyűt, tehát ez olyan, hogy nem elsősorban az embernek a kezét attól védi, hogy megsérüljön, úgy értem, megszúrja valami, hanem ez egy vastag hőszigetelő kesztyű, és hoztam hozzá ilyen alkoholmentes italnak a palackját. Ez lesz az a főszereplő. Tessék? Alkoholmentes, rá van írva, tessék, nulla. Na. Tehát akkor a következőt fogjuk csinálni. Levegő nyomásáról szeretnék nektek beszélni, és a levegő nyomását úgy fogjuk tudni megmutatni, hogy valahogy elérjük, hogy ebbe a palacba szűnjön meg a levegő nyomása. Nagyon egyszerű dolgom van, hiszen majd el fogom mondani, nézzétek meg, mit kell csinálni. Fogja az ember, és elkezdi gőzzel megtölteni ezt a palackot, és amikor ez a palack már gőzzel jól tele van, akkor beteszem, és így összehorpad. Amint láttátok, ez a palack teljességgel összehorpad, mint hogyha egy nagy óriás hirtelen fogná magát és összehorpasztaná. Pontosan mi is történik? A dolog nagyon egyszerű. Amikor a gőzpingvin dolgozik, beletesszük a gőzpingvinbe a vizet, fölmelegítjük, a melegítés hatására 100 Celsius fokon elkezdene a víz forni, és hogy ne 100 Celsius fokon forjon a víz, ezért ennek a kupakba beleépítettek egy nyomásszabályzót, és ez azt jelenti, hogy itt benn sokkal nagyobb lesz a nyomás, mint kívül, ezért ennek a víznek a forráspontja sokkal magasabb lesz ott benn. Tehát amikor kiengedjük, akkor azonnal gőz keletkezik. Szerintem ez nagyon szépen látszik. Ennek a gőznek a térfogata iszonyatosan nagy ahhoz képest, amekkora mennyiségű vízből készül. Egy liter vízből körülbelül 900 liter gőzt lehet csinálni. Hát ez azt jelenti, hogy fogja az ember, föltölti ezt az edényt gőzzel. Hoztam még egyet, mert gondoltam, hogy hát, ha nem figyeltetek jól is, majd meg akarjátok látni még egyszer. És egy nagyon fontos dolgot szeretnék mondani, hogy amikor az ember megismétel egy kísérletet, akkor próbára is tesz, hogy mindenkinek sikerül? Mindig ugyanúgy sikerül? Tehát ezeket a kérdéseket föl kell tenni, és hogyha ez így van, nézzétek meg, akkor mit csinálok? Beleeresztem a gőzt, bemegy a gőz, ami benne van levegő, azt ki fogja hajtani,
ki jön, ő maga is jön egy csomó ki, és teljes egészében gőzzel lesz tele. Amikor én ezt ide belefordítom, akkor elkezd lehűlni ez a rész, ami beleér a vízbe, és oda lecsapódik a gőz, és a gőz, ha lecsapódik, akkor itt egy nagyon erős légritkatér alakul ki, hiszen 900 részére húzódik össze a víz. Nézzük meg még egyszer. Megmelegítettük, beleteszem, és húgy, már össze is horpasztotta. Föl lehet tenni a kérdést, mi van akkor, hogyha olyan edénynel kísérletezünk, amik nem tud összehorpadni? Nézzük meg, hoztam ezt is. Nagyon egyszerű dolgom van, ez egy másik edény, ez üvegből van, vastagfalú, ezt azért hogy nem egyszerű összeroppantani, és akkor nézzük meg, hogy mi történik. Annyit azért tudni kell, hogy ezt sokkal hosszabban kell majd melegítenünk, hiszen nagyobb a tömege, és amikor elkezdi az ember a gőzt belenyomni, akkor a gőz le fog csapódni. Ha megfigyelitek majd, és úgy fogom tartani a kesztyűt, hogy látható legyen, ha látjátok, hogy nagyon sok víz fog keletkezni itt, ahhoz képest, hogy mi szeretnénk, hogy teljes egészében gőzzel legyen tele, vagyis ez azt jelenti, hogy a hideg edénnyel találkozik a gőz, azonnal elkezd lecsapódni. Nekünk addig kell melegíteni, amíg ez a lecsapódás már nem jön létre. Tehát figyeljetek meg, melegszik és melegszik ez a rész, lehet látni, hogy itt van a víz, ami lecsapódott, még melegítjük, még mindig. Figyeljetek meg, mi történik, beleteszem, és teljes egészében egy pillanat alatt megtöltötte vízzel. Olyan gyorsan szívta föl a vizet, amilyen gyorsan ember nem tudja beletölteni. Még az edényt is fölemelte. Tehát itt elképesztően nagy erők uralkodnak, és iszonyatosan nagy sebességet. Ahogy elkezdődik a gőz lecsapódni, még egyszer mondom, képzeljétek, hogy 900 liter víz, az mennyi, az nagyon sok, ugye az majdnem egy köbméter, és ez egy literre, ennek az egy 900-adára húzódik össze, olyan légritkatér keletkezik, hogy az itt levő levegő nyomása valósággal bepréseli oda ezt a vizet. Elképesztő. Meg kell, hogy mondjam, hogy a fizikának van egy olyan feladata is, ami arról szól, hogy a körülöttünk levő világban tudjunk eligazodni. Ugye ezt már egyszer mondtam, és akkor mondok egy konkrétumot. Egyik alkalommal jártam Győrbe, és láttam a vonat pályaudvarnak az egyik szélén, hogy ott állt egy vasúti tartálykocsi. A vasúti tartálykocsi hasonlóan, mint ez, egy kicsivel, talán nem ennyire durván, de ugyanígy össze volt horpadva. Ez egy 50 ezer literes tartálykocsi volt, és ennek az 50 ezer literes tartálykocsinak az összeroppanása pontosan ugyanazon okok miatt történt, mint ahogy itt láttuk, hogy összehorpad. Mi az a pont, most akkor így volt valaki, aki egy ilyen nagy gőzpingben oda ment és megmelegítette az egész tartálykocsit, föl lehet tenni, ugye biztos, hogy nem. De azért a következőt kell tudni. Utána nyomoztam, ebbe a tartálykocsiba úgynevezett melaszt szállítottak. A melasz az egy alapanyaga a cukorgyártásnak, de nem csak a cukorgyártásban, mindenféle fermentációs ilyen erjesztési folyamatokban szokták használni, és ezzel volt nagyjából tele ez a kocsi. Amikor ezt a melaszt megpróbálták kiszedni belőle, mivel tél volt és hideg, azért ez egy ledermet, ilyen kocsonyásszerű anyag volt, és fogták magukat, kinyitották a tartálykocsinak a tetejét, és beleengedtek gőzt. Azért, hogy megmelegítsék. Majd, amikor elkezdték ezt az egészet lefejteni, már úgy értem, hogy leszivattyúzták, akkor semmi baj nem volt. Tűzforró lett a tartálykocsi, 50-60 fokos, és amikor a kocsiból lefejtették az anyagot, alul elzárták, fölül becsukták, fölakasztották a vonatra, és elkezdték húzni. Mivel hogy hideg volt, az ott levő vízgőz lecsapódott, és a tartálykocsi összehorpadt. Ha van kedvetek, a Google térképen Győröt meg lehet találni ezt. Ha esetleg a tanárnénik írnak egy e-mailt nekem, akkor elküldöm, hogy hol van.
Jó, tehát ez azt mondom, hogy a fizikát nem azért tanítjuk, mert a gyerekeket meg akarjuk, hogy is mondjam, alázni, vagy kínozni szeretnénk, hanem azért, mert a körülöttünk levő világ sokkal érthetőbb lesz általa. Illetve hát úgy tudunk élni, hogy az mindenkinek jó lesz. Ha már ilyen hőmérséklet változásról beszéltünk, akkor szeretnék megmutatni nektek egy olyan anyagot, ez a cseppfolyós nitrogén, ami elképesztően hideg. És hogyha megkérdezi valaki, hogy mit küzdök én a hideggel, akkor azt kell mondjam nektek, hogy a hideg az emberiségnek egy nagy dicsősége. Tehát az, most ugye ezt a mondatot el kéne mondani, ugye az, hogy milyen hideget tudunk csinálni, azon nagyon sok minden múlik. Nem tudom, tudtok-e mondani olyat, hogy ahol fontos, hogy hideg legyen az életünkben? Hűtőgép. Ha a hűtőgépben hideg van, mit lehet mondani, mi történik akkor, ha ott hideg van? Miért kell, hogy a hűtőgépben hideg legyen? Tessék? Így van. És hát ez az egyik legfontosabb üzenet ennek, hogy az ételek lassabban romlanak meg. Kémiából, biológiából tudjuk, hogy a hőmérséklet az nagyon erősen befolyásolja a kémiai, biológiai folyamatokat. Tehát, hogyha le tudjuk hűteni, akkor az erjedés, a romlás, a megbüdösödés el lehet kerülni. Tulajdonképpen, ha meggondoljuk, hűtés nélkül, tessék, jó figyelni, amit mondok, hűtés nélkül nem lehetnének nagyvárosok. A nagyvárosok ugye úgy működnek, hogy van valahol vidéken, ahol előállítják az ételt, legyen ez mondjuk egy húsnemű, vagy tej, vagy eféle, és akkor ezek, de a növények, a zöldségek is, vagy gyümölcsök télen, ugye, meg nyáron az ember akar egy friss, ropogós almába beleharapni, akkor az nagyjából lehet tudni, hogy az egész biztosan a hűtőházból jött. Na most ugye, ha ez nem lenne, nem tudnánk hideget csinálni, akkor egész egyszerűen nem lennének nagyvárosok. Nem lehetnének, vagy teljesen másképp kéne megszervezni. Ugye azt kell látni, hogy ez az edény egy cseppfolyós nitrogén nevű anyaggal van tele. Azt kell tudni, hogy a levegőnek, ugye három fő komponenséről beszélünk, a legnagyobb mennyiségben 78%-ban nitrogén van, 21%-ban van benne oxigén, és van 1%-ban argon. Azon kívül mondom 0,4% körül van benne széndioxid, amitől annyira rettegünk, nem ok nélkül egyébként, csak úgy elmondom, és ezeket a gázokat megpróbálták cseppfolyósítani. A cseppfolyósítás sok esetben elég volt, hogy összenyomtak valamit és cseppfolyóssá vált, de ezekkel nem működött. Amikor ezt kitalálták, hogy hogyan lehet ezeket a gázokat cseppfolyósítani, akkor még a gázokat úgy hívták, hogy a nem cseppfolyósítható gázok. És a nem cseppfolyósítható gázok cseppfolyósításáért egy Nobel-díjat is lehetett kapni. Na, hát akkor nézzétek meg, itt van egy folyadék. Ezt a folyadékot öntöm bele ebbe az edénybe, ez egy különleges edény. Ez a különleges edény kettős falu, és a két falak között kiszivattyúzták a levegőt, főleg azért, hogy ne lehessen a hő áramlásnak, tehát lehessen gátat szabni. Tehát ha megnézitek, akkor itt lehet látni, hogy ez egy barátságosan rotyogó, víztiszta folyadék. Ha van kedvetek, megszagolhatjátok. Szagtalan, hiszen a nitrogén, ha szagos lenne, akkor állandóan azt a szagot éreznénk, ugye? Teljesen egyértelmű. Egy barátságosan rotyogó folyadék. Nem tudom, emlékeztek-e arra, hogy amikor azt mondtam, hogy a gőzpingvinben nagyobb a nyomás, akkor a nagyobb nyomás hatására a forráspontja magasabb lesz ott bent a víznek. Nézzétek meg, hogy most itt a cseppfolyós nitrogén a környezet hőjétől forr. Szabadon el tud távozni belőle a gáz, és hogyha meggondoljuk, akkor ha ennek a gátját szabjuk, ide teszem a kezemet, akkor abban a pillanatban abban marad a cseppfolyós nitrogén forrása. És ameddig én ezt erővel bírom, addig a cseppfolyós nitrogén nem kezd el forrni. Abban a pillanatban, hogy engedem, hogy elmenjen, elkezd hevesen forrni. Nem tudom, látszik-e. Megnézzük még egyszer. Tehát itt van a cseppfolyós nitrogén, ráteszem a kezem, abba marad a forrás. Én érzem a kezem, hogy egyre nehezebb és nehezebb ott tartani, és ha elengedem, akkor hevesen elkezd forrni. Mert ugye az a hőmérséklet változás, ez rögtön visszamegy arra az eredeti hőmérsékletre. Egyébként, ha valaki megkérdezi, hogy
hány fokon forr a cseppfolyós nitrogén, azt kell, hogy mínusz 196 Celsius fok. Az olyan hideg, hogy itt a Földön sehol nincs olyan hideg önmagától. Tehát a természetben ez nem fordul elő. Ezt már az ember mesterségesen a fizika tudása segítségével állította elő. Azt kell mondjam, hogy a cseppfolyós nitrogén érdekes módon nagyságrendileg pontosan ugyanannyi gázt fejleszt, nitrogéngázt, mint amennyi a cseppfolyós vízből a gázhalmazátok gőzé keletkezik. Itt is el lehet mondani, nagyságrendileg 900-szoros térfogat változás van. Ez a 900-szoros térfogat változás, ez viszont megtanít minket arra, hogy megnézzük, hogy mit is tudunk ebből kihozni. Itt van egy léggömb. Fölfújom, ez körülbelül olyan 4, körülbelül 5 liter térfogatú. Így. Hogy ne tudjon megszökni a gáz, én ezt bekötöm, és akkor itt van egy léggömb. Ezt a léggömböt le fogjuk hűteni, mégpedig nem mással, mint cseppfolyós nitrogénnel. Ez azt jelenti, hogy ezt a nitrogént szépen fogom, és elkezdem lassan ráönteni. Úgy, hogy a nitrogén folyjon rajta keresztül, nem kell befogni a füledet, folyjon rajta keresztül, úgy, hogy a lehető legnagyobb felületen nedvesítse meg, a legnagyobb módon kezdje majd lehűteni. Tehát nem felrobban, hanem összeomlik. A külső légnyomás nyomja össze, mert a benne levő gáznak a nyomása gyakorlatilag eltűnik. Ha megnézitek, szerintem nagyon szépen látszik. Amikor a hőmérséklete növekszik, akkor fogja magát és elkezd fölpúvódni. Mit látunk? Hát ugye egyik, hogy egy furcsán viselkedik maga a léggömbnek az anyaga, másik részről ez az izegés, ez megint csak a léggömb anyagának köszönhető. Tehát, hogy lehűtöttük, visszamelegedett, lecsökkent a térfogata, megnövekedett a térfogata, majd fizikorán azt fogjátok tanulni, hogy tanuljátok a gáztörvényeket. A gáztörvényeknél az egyik az lesz, hogy három paramétert fogunk megadni a gáznál, mekkora a térfogata, mekkora a nyomása, mekkora a hőmérséklete, és hogyha azt kezdjük el vizsgálni, hogy a térfogatát és a nyomását megtartjuk, a hőmérsékletét változtatgatjuk, akkor pontosan hogyan változik ez az egész, ugye ez a gáztörvényekkel kapcsolatos, akkor pontosan meg fogjuk tudni, előre meg tudjuk ezt az egész jelenséget mondani. Ami izgalmas, hogy ez már annyira hideg ez a cseppfolyós nitrogén, hogy az, amit a középiskolában, általános iskolában tanultunk gáztörvényt, az nem fog teljes egészében ennek a jelenségnek megfelelni. Ugyanis azok a gáztörvények, amiket ott tanulni fogtok, nem fog beszélni a cseppfolyósodásról. Úgy is hívják ezeket, hogy ideális gáztörvény, az ideális gáz az pedig nem cseppfolyósodik. Nem tudom, mennyire világos. Ha nem lenne világos, akkor ahogyan a reklámokból megszoktátok, kérdezzem meg a fizika tanárát, gyógyszerészét. Mindenképpen ezt tudom mondani. Tehát akkor mit láttunk? Azt láttuk, hogy a hőmérséklet csökkentésével drasztikusan megváltozott az edénynek a térfogata, a gáznak a térfogata. Ugye itt az történik, hogy belül is van gáz, kívül is van gáz, a belső gáznak egy picivel nagyobb a nyomása, ezért fúvódik fel a léggömb. Amikor elkezdjük lehűteni, akkor a nyomás lecsökken, és a térfogat vele együtt csökken. Ez az, amit meg lehetett látni. Ezt a másik léggömböt azért hoztam, szeretnék megmutatni még egy dolgot. Ugye hallottuk, hogy olyan furcsán zizegett ez a léggömb, ezt mindenki hallotta. Ha megfog az ember egy léggömböt, megnyújtja, akkor mi történik? Megváltozik az alakja erőhatására, így mondja a fizika, és hogyha megszüntetjük az erőt, visszakapja az eredeti alakját. Tehát akkor ezt úgy hívják, hogy rugalmas állapot. Ugye? Tehát ez fel sem érthető. Nézzük meg, mi történik akkor, ha fogja az ember, és ezt a léggömböt annélkül, tehát látjuk, hogy ez így működik, annélkül, hogy fölfújná, lehűti a cseppfolyós nitrogénben, tehát idején beteszem, látjátok, hogy oda benyomtam a nitrogént a nitrogén alá, kiveszem, és akkor nézzétek meg, ezt tudja, így li.
Tehát ez mi történt? Hát megváltoztatta a viselkedését. Igen, brutálisan megváltozott. Mit is tudunk mondani róla? Megmutatom még egyszer, hogy lássátok, hogy a fizikában, az egy nagyon fontos vezérlőelv, hogy a fizikában a kísérletek megismételhetők. A kísérletek ugyanúgy fognak végbe menni, és ami a legizgalmasabb, attól teljesen független, hogy az ember tudja a fizikát, vagy nem tudja. Tehát, hogyha innen valaki kijönne közületek, és beletenni ezt ide a cseppfolyós nitrogénbe, lenyomná alá, így, akkor az első dolog, amit hallunk, hogy furcsán kopog ez a léggömb, nem így szokott egy léggömb kopogni, a szobahőmérsékletű léggömb, az nem kopog, és hogyha az ember kiveszi, akkor így el lehet törni, mint a ropit, így mi. És akkor azt hiszem, ez egyértelműen mutatja, hogy a cseppfolyós nitrogénben való hűtés hatására a léggömb megváltoztatja a viselkedését. Itt van egy léggömb darab, amit előbb eltörtem, a kezemmel megmelegítem, legyen olyan hőmérsékletű, mint amilyen a kezdetben volt, és nézzétek meg, megint látjuk azt, hogy rugalmas. És eljutottunk egy nagyon érdekes megállapításhoz, azt fogjuk mondani, hogy a léggömb az rugalmas. Ha megváltoztatjuk a hőmérsékletét, akkor a léggömb nem rugalmas lesz, hanem törékeny. Az állapota megváltozik. Ez azt jelenti, hogy amikor fizikorán azt fogjátok hallani, hogy a hőmérséklet az egy állapot határozó, akkor ezt most már értitek, ezt a mondatot. Meghatározzuk a hőmérséklettel, hogy rugalmasan fog viselkedni, vagy törékenyen. De azt is meg tudjuk mondani, hogy gőzhalmaz állapotú lesz, folyadékhalmaz állapotú, vagy szilárdhalmaz állapotú. Ezek az állapotok elsősorban a hőmérséklettől függnek, tehát az hőmérséklet az egy állapot határozó. Szerintem ez annyira egyértelmű, hogy mehetünk is tovább. Mi történik akkor, amikor megmelegítünk egy testet? Hát most ugye a legjobb emlékém szerint a miközben jöttem ide, azt tapasztaltam, hogy a hőmérséklet alapján elmondhatjuk, hogy fűtési idényben vagyunk. Mi történik? Elkezdjük fűteni a lakásunkat. Hogyan fűtjük a lakást? Hát ugye tehetjük azt, hogy elégetünk valamit, tehetjük azt, hogy bekapcsolunk egy elektromos fűtőt, és azt is lehet, hogy úgynevezett hőszivattyút fogunk használni. Nem tudom, ki az, aki tudja ezeket, vagy nem tudom, világos, amit elmondtam? Tehát elégethetünk, hanem mit égethetünk el? Szenet, fát, olajat, ezek szoktak lenni a tipikus, bár az utóbbi az olaj elégetés, hát mondjuk ma már nem divat, mert olyan drága, hogy ne tovább. Aztán azon kívül bekapcsolhatjuk az elektromos készülékeinket, és azon kívül lehet a hőszivattyú. A hőszivattyú az azt jelenti, hogy kívülről csen hőt, és behozza ide a lakásunkba. Na most ugye, mit is akartunk ebből kihozni? Azt szeretnénk, hogy mindegyiknél energia meghatározó szerepet játszik, az energia. Mindegyik folyamatnál. Tehát amikor valami megmelegszik, akkor az egyértelműen energiát kap. Honnan kapja? Van, amikor az ember mondhatja így, hogy kapja, de van, amikor agresszíven elveszi. Gondoltok, utána elkezdenek mondjuk, ha idén megadatna az, hogy esne hó, és meg akarnátok a másikat dobni hógolyóval, akkor föl kell venni, össze kell gyúrni, és akkor akár tetszik, akár az ember keze le fog hűlni. Ha csak nincs egy kesztyű, ami megvédi ettől. Tehát ez azt jelenti, hogy a hőmérséklet különbség az általában mindig azt fogja jelenteni, hogy ki akar egyenlítődni, és az energia a magasabb energiájú helyről az alacsonyabb energiájú hely felé fog menni. Ez azt is jelenti, ha van egy nagyon hideg anyagunk, mindjárt, hogy ebből valami érthető legyen, csináljunk egy kísérletet. Nem mondjátok azt, hogy ez annyira... Itt van egy palack. Ezt a palackot cseppfolyós nitrogénből van bőven. Tehát akkor ebből a cseppfolyós nitrogénből egy keveset beöntünk ebbe a palackba. Így. Nem kell sok, egy pici bőven elég. És fogom. Most látom, hogy a cseppfolyós nitrogén forr,
buborékok mennek fölfelé, lehet látni, hogy forr. Ez azt jelenti, hogy a környezetétől hőt von el. Ha nagyon forna, akkor sokat tud elvenni, ha csak éppen pislákolgat, akkor meg a környezetétől nem nagyon tud elvenni. Hogy mennyi energiát vesz föl, azt meg tudjuk mutatni ezzel a dugóval. Bedugom ezt a palackot, és elkezdem nézni. Egyszer csak a dugót ki fogja lökni. Ha meggondoljátok, ha ide fölé hajolnék, akkor jó hókon vágna. Jó hókon vágna. Ez azt jelenti, hogy a dugónak, amely nyugalomban volt, mozgási energiát tudtunk adni. Ugye? És nem más adta, mint az a gáz, amelyik ott fejlődik. Ez szerintem mindenki látja, tudja és érti. Hát akkor mi történik? Az történik, hogy a környezet ad ennek hőt, ez a hő, ez átalakul itt gáznyomássá, ez a gáznyomás lesz az, amelyik a palackból ki fogja a dugót lökni, és amikor kilöki, akkor mozgási energiája lesz, és itt pedig helyzeti energiája. Ha meggondoljátok, ez a kísérlet nagyon jól mutatja azt, hogy az energia hogyan alakul át. Hőenergia, nyomási energia, mozgási energia, helyzeti energia. Szeretnétek látni ezt egy szebb kísérletben. Látom az arcotokon, de legyen kívánságotok szerint. Azt fogjuk csinálni, hogy van egy másik palackom. Ezt a másik palackot teljesen teli fogom tölteni cseppfolyós nitrogénnel. Nem csak úgy tessék, lássék, hanem teljes egészében föltöltjük, és ezt a teljes egészében föltöltött palackot fogjuk dugóval lezárni. Megnézzük, hogy mi keletkezik belőle. Jó? Tehát ez a lényege. Tehát teszünk bele egy kis cseppfolyós nitrogént. Így. Amint látjátok, ez jól tele van. És akkor ezt a dugót lecserjük egy kicsit másmilyen dugóra. Egy ilyen dugóra, aminek van egy, át van furva, és van benne egy cső. Nézzétek meg, fogja az ember, beteszi, és mi lesz belőle? A cseppfolyós nitrogénből csináltunk egy szökőkutat. Így mi. Jó, tehát akkor egyértelműen látszik, a kísérlet pontosan ugyanazt csinálta, mint az előbb. Ugyanazt csinálta az előbb, a környezettől kapott hőt. A környezettől kapott hőben megnövekedett itt a palacban a nyomás. A nyomás hatására ez elment fölfelé, nagy sebességgel áramlott kezen a szűk kis lyukon, elindult fölfelé, és akkor egy megadott magasságig elment, és onnan szépen visszajött. Miért jött vissza? Mert a sűrűsége nagyobb volt, mint a levegője, ezért aztán lejött. Azt hiszem, ez egyértelmű. Tehát ha valaki otthon megkérdezi esetleg tőletek, hogy milyen kísérleteket láttatok itt, akkor mondhatjátok, hogy volt az az összakálló bácsi, aki nitrogénnel fröcskölt, lehet így is mondani, de azt is mondhatjátok, hogy hát egy nagyon érdekes kísérletet láttunk az energia megmaradás törvényéből, hiszen ebben az kísérletben hőenergia, nyomásenergia, mozgási és helyzeti energia is volt. És ezeknek láttuk, hogy hogy alakul az egyikből a másikba. Illetve látni nem láttuk, csak tapasztalhattuk. Ja, igen. Nem tudom, ki az, aki közvetek jó erőben van? De? Egymást ne ajánljátok, csak mindenki saját magát. Na, ki az, aki össze tudná ezt a palackot nyomni? Így erőből így összenyomja, és össze... Na. Senki? Ejha. Egyébként azt akarom mutatni, hogy nem egy egyszerű feladatra hívtam volna ki, akit kihívtam, mert nézzétek meg, rátámaszkodok ide, és gyakorlatilag egy picit föl is tudom emelni, tehát teljes egészében megbírja az én közel egymásás súlyomat. Most azt fogjuk csinálni, én ezt ide leteszem, és megkérlek benneteket, hogy energiát sugározzatok nekem. Úgy, ahogy a tévében láttátok, hogy küldöm az energiát. Jó? Én azt fogom csinálni, hogy így felveszem tőletek az energiát, és rásugárzom erre a palackra. Rendben van? És össze fog horpadni ez a palack. Na, küldjetek nekem energiát. Na, tessék küldeni, mert nem tudom összehorpasztani a palackot. Pusztán a szememmel fogom összehorpasztani, akár hiszitek, akár nem. Na, küldtök energiát? Hát, hadd jöjjön! Azért, hogy sikerüljön a kísérlet,
Én öntök alá egy kicsi cseppfolyós nitrogén. Jó, tehát egy egész kis cseppfolyós nitrogént öntünk alá. Ez a cseppfolyós nitrogén körülbelül fél centi vastagságú itt ebbe az edénybe. Tehát ennek a pillepalacnak, az aljának fél centiméteres rétege, mondtam, hogy össze fog horpadni, nagyon jó küldtétek az energiát. És hogyha valaki... Jó, és hogyha valaki nem teljesen világos, akkor körbeadom ezt a palackot, nézzétek meg, abból a gázból, amelyik nagy volt a nyomás, és nem tudtam miatt összeadni, ebből a gázból lett egy folyadék. És az a folyadék körülbelül a 900-ad ré... Tessék, itt a kupaknál fogjátok. Na, nyugodtan megfoghatod, semmi baj nem lesz tőle. Nézzétek meg, hogy ott van a folyadék benne, és hogy egy láthatatlan kéz nyomta össze ezt a palackot olyanná, ami ennél látjátok. Mi fog történni, hogyha azt a palackot magára hagyjuk? Szerinted mi fog történni? Hogyha ez a palack a környezettől energiát fog elcsenni, akkor ebből a folyadékból forrás révén, ebből a folyadékból forrás révén gáz fog fejlődni, és ez a gáz, ez egyre nagyobb és nagyobb térfogatú lesz, és a legvégén megint kifeszül ez a palack, olyan kemény lesz, mint amilyen a kezdetén volt. Azt akarom mondani, hogy egy pillanatra szeretném visszakérni ezt a palackot, aztán körbeadhatjuk, azt akarom megmutatni, hogy itt van ez a folyadék, és ha az ujjammal itt megfogom, akkor nézzétek meg, ilyen buborékok fognak keletkezni, jól látszik? És elkezd forni. Ezt a folyadékot a kezem erejével, a kezem hőerejével melegítem, tartom forrásba. Olyan kemény csávó vagyok, hogy itt ford tőle. Viccesen mondom, ez egy olyan gáz, amelynek a forráspontja mínusz fél fok. Olyan anyag. Hát most ugye egy része gáz, egy másik része pedig folyadék. Ez azt jelenti, hogy ez a palack részben gáz, részben folyadékkal van tele. Ha melengetem, akkor szépen fogja magát kifeszül, és előbb-utóbb körbeadom, megnézhetitek, hogy itt lötyög az alján a folyadék, tessék megnézni. Ugye a következő kísérlet, a következő, amit szeretnék megbeszélni veletek, hogy azt hiszem mindenki látta, hogy a cseppfolyós nitrogénnel, amikor dolgozom, ide-oda öntögetem, elmondtam, hogy mínusz 196 Celsius fok hideg, föl lehet tenni a kérdés, hogy van veszélyes-e a cseppfolyós nitrogén. Na ez a kérdés. Hát ugye ezért jöttünk, és nézzétek meg, hogy én olyan bátor vagyok, hogy így fogom, és a cseppfolyós nitrogént így ráöntöm a kezemre. Így. És semmi bajom nem lesz. Ugye föl lehet tenni a kérdés, hogy mi is történt itt, ez varázslat, vagy valami más megoldás van erről. Na hát akkor, hogy világos legyen mindenkinek, el kell mennünk egy picit időben vissza, visszapörgetjük az időkerekét a középkorban, amikor Leidenfrost élt, ő volt az, aki egy nagyon érdekes jelenséget vett észre. Azt vette észre, hogy veszünk egy olyan szilárd anyagot, még egyszer mondom, szilárd anyagot, amelynek a hőmérséklete magas. Öntsünk rá egy olyan folyadékot, amelynek a forráspontja sokkal-sokkal alacsonyabb, mint ennek a szilárd anyagnak a forráspontja. El fogom magyarázni, tehát először legyünk a definíción. Ekkor az történik, hogy itt van ez a szilárd anyag, a forráspontjánál, a folyadék forráspontjánál sokkal-sokkal melegebb, érkezik a folyadék, és a folyadék a közelébe kerül, még nem érintkezik ezzel az edényen, már a hősugárzás révén elkezd forni, belőle gáz keletkezik, és ez a gáz akkora nyomású lesz, hogy a folyadék sohasem ér hozzá ez a szilárd anyaghoz. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a forrása, a cseppfolyós nitrogénnek a forráspontja mínusz 196 Celsius fok, ennél több, mint 200 fokkal melegebb az én kezem. És amikor öntöm a nitrogént, akkor valójában a nitrogén a kezemhez soha nem ér hozzá. Soha nem ér hozzá. Ez azt jelenti, hogy közelébe kerül és onnan elmegy. A gáznyomása ellöki. Ebből az következik, hogy a nitrogénnek a hűtőhatását nem tudjuk érvényesíteni ebben a kísérletben. Ami nagyon izgalmas,
hogy ezt az ember meg tudja mutatni, következőt lehet tenni. Fogja az ember, és de hát ezt hiszem, ezt a kísérletet már többen láthattátok, de azért csak csináljuk meg, mert hát, ha nem figyeltétek meg. Fogja az ember, és az asztal sarkára önt egy kis vizet. Puty, így né. Ez a víz itt van, és jó körülhatárható pacát hozott létre, egy ilyen foltot hozott létre ezen az asztalon. Ha ugyanezt megcsináljuk cseppfolyós nitrogénnel, az azt jelenti, hogy öntök egy kis cseppfolyós nitrogént ide, így, és ezt ugyanúgy odaöntöm az asztal sarkára, vagy az asztal egy másik részére, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy egy szemernyi sem marad itt, hanem az asztalról az összes lejön. Az összes lejön, és ez azért van, mert az asztalhoz közeledik a cseppfolyós nitrogén, keletkezik belőle egy légpárna, és ez a légpárnán akadály nélkül tud folyni ez a cseppfolyós nitrogén. Van egy nagyon jó pofa bemutató része ennek, öntsünk még egy kis cseppfolyós nitrogént ide. És fogom, emeljétek fel lábatokat. Úgyni. És nézzétek meg, az edényből kiöntött nitrogén egész hátra is elmegy. Lehetséges, hogy a tanárbácsik, tanárnénik, neki égnek áll a haja, hogy milyen hülyeséget csinálok, de azt kell tudni, ha valaki a cseppfolyós nitrogén közelébe nyúl, azonnal el fogja lökni a cseppfolyós nitrogént az ember kezéből áradó hő. Tehát igazából ez egy érdekes jelenség. A jelenséget Leidenfrost után Leidenfrost jelenségnek hívják. Nem rosszalkodásra akarlak benneteket sarkalni, de otthon, ha van kedvetek, kipróbálhatjátok, a szüleitektől kérjetek engedélyt. Ha otthon van gázrezsó, rá kell tenni a gázrezsóra egy ilyen lapot, egy ilyen vastagabb vaslapot, meg kell melegíteni, és kis kanállal, nem merő kanállal, nem evő kanállal, a legkisebb kanállal, egy pici kis csöppöt rá kell tenni erre a platnira, és hogyha a Leidenfrost jelenséget látni fogjátok, azt lehet látni, hogy ez a platnira oda tett víz egy golyóvá állik össze, és így körbe-körbe elkezd körözni, na ez a Leidenfrost jelenség. Csak ugye a nitrogén annyira hideg, annyira lehűti a környezetét, hogy a levegőben levő, meg ezt megmutatjuk ezt a jelenséget, a levegőben levő vízgőz rögtön kicsapódik, felhő keletkezik, ugye erről már egyszer beszéltünk, ugye ez, amit láttok, ez a pára, ez tulajdonképpen, ha belefújok, akkor egyértelmű, próbáljátok itt is, tudom, hogy látom, hogy tetszik nektek a nitrogén, fújjatok rá, nagyobbat. Úgy van. Lehet látni, hogy az ember, amit a levegőt kifúj a száján, az vízgőzben dúsabb, és akkor ez a vízgőz elkezd kifagyni, és itt is keletkezik egy fölhő. Tehát akkor azt hiszem, hogy ezt mindenki jól érti. Arra gondoltam, hogy nézzünk egy kicsit a másik téma. Hát, na jó. Egy olyan kísérleti részt szeretnék nektek most megmutatni, fizikának egy olyan részét, ami egy teljesen másik terület, ez nem más, mint a... az elektromosságtan területe. És akkor elmesek nektek egy jó történetet, amikor én a Műegyetemre kerültem, nagyon szépen köszönöm. Amikor a Műegyetemre kerültem, akkor az egyik alkalommal, az egyik télen, nem sokkal azután oda kerültem, egy őrült nagy influenza járvány volt, és eszméletlen sok tanár volt beteg állományban, és az egyik iskolából kérdezték, hogy nem tudnék-e eljönni helyettesíteni. És hát akkor gyakorlatilag a helyettesítés abból állt, hogy egy általános iskolába elmentem, és a 7.-8. fizikára tanítottam. És hát ugye 8. tanítjuk az elektromosságtant, nem tudom, majd még nem tartanak ott. Most indul. Na hát az elektromosságtanról az egyik leglényegesebb dolog, hogy az emberiség életét olyan módon változtatta meg, amit nem tudunk egyszerűen elmondani se szinte. Ha elvennénk
az elektromosságtan, mint lehetőséget az emberektől, akkor mint egy olyan 200-250 évet kéne visszafejlődnünk. Ha belegondoltok a világítástól, az eszméletlen mennyiségű gép dolgozik helyettünk, újabban gondolkodik is helyettünk a gép, tehát igazából azt kell mondjuk, hogy most egyik alkalommal azt mondtam az órán, hogy képzeljétek el, hogy itt van egy vezeték, egy részvezeték, ebben olyan kis pici kis nünükék, az elektronok mennek, és ez az elektromos áram. És az egyik gyerek fogta egy ollóval, vagy egy csípőfogó elvágta a vezetéket, és mondta, de tanár úr, de nincs is ebben lyuk. Ha hol megy az az elektron? És akkor ugye nehéz elmesélni azt, hogy az elektron az olyan kicsi, hogy stb. És rájöttem, hogy nem szabad ilyeneket mondani, hanem tapasztalatot kell szerezni. No, amit viszont szeretnék nektek megmutatni, az a következő. Eszközt építettem annak a jelenségnek a bemutatására, amiről beszélünk. Ez az eszköz, ez 1993, még a szüleitek is valószínű még egészen kis gyerekek voltak, 1993-ban ez kiöregedett egy számítástechnikai alkatrész volt, ez egy külső Winchester volt. Láttatok már külső Winchestert? Hát egy külső Winchester, az modernebbek, azok nagyságrendileg ma így néznek ki. Ez már, ez egy ilyen úgynevezett tányéros Winchester, ez meg az újabb, ez még ennél is modernebb, ez meg már az úgynevezett SSD Winchester, ezekben már nincs mozgó alkatrész, ebben még van. Ha megnézitek, akkor ehhez képest ez egy eléggé nagyméretű változás. Ha megnéznénk, hogy ennek, meg ennek, meg ennek a térfogata, hogy aránylik, elképesztő dolgot láthatnánk. Arról nem beszélve, hogy ebben az adatsűrűség olyan sűrű, hogy el se tudjuk mondani. Ez a Winchester, ami itt ennek a helyén volt, tehát hogyha megnézitek, akkor ennek a helyén volt egy nagy Winchester, azon elfért 512 megabájtnyi anyag. Hát az az 512 megabájt egy átlagos e-mailnél, a mai átlagos e-mailnél lényegesen kisebb. Tehát ez azt jelenti, hogy ez nem is olyan egyszerű. Azt kell mondjam, hogy ahhoz, hogy ez a Winchester működjön, be kellett dugni a konnektorba, és ebből a konnektorból körülbelül 200 wattnyi teljesítményt vesz ki. Ez a Winchester 2,5 wattot vesz ki. Hát a térfogata mellett lecsökkent az energia felhasználása. És még egyszer mondom, ez 512 megabájtos, ez 2 terabájtos. Hát ez, hogyha megnézitek, akkor a kilobájt, megabájt, gigabájt, terabájt, tehát ez jócskán, jó néhány nagyságrenddel följebb van. Ez a, mind a kettő egyébként 2 terabájtos, és ugye azt kell mondjam, hogy ezekhez az az energia, amit föl lehet használni, az elképesztően megváltozott. Még egy nagyon érdekes paraméter van, az, hogy a Winchestert mennyi idő alatt lehet teleírni, vagy a benne levő anyagot lehet kiszedni, azt írási-olvasási sebességnek hívják. Ennek az írási-olvasási sebessége körülbelül úgy aránylik a dolgokhoz, mint az írásra, tehát mint a rajta tárolt adat mennyisége, tehát ez olyan lassan ír, hogy gyakorlatilag, meg írt és olvasott, hogy gyakorlatilag ezt ma már egyszer nem tudnánk elfogadni. Nem tudom, mennyire világos. Azt kell mondjuk, hogy ennek az írási sebessége a mai Winchester, vagy a internet sebességnek a töredéke. Tehát azt mondom, hogy és a Winchesterek voltak mindig az egyik leggyorsabban írható részek. Na, én fogtam magam, kiszedtem a Winchestert, beletettem egy CD lejátszót. Hát ma már ezt is meg kell magyarázni, hogy mi az a CD. Nem tudom, tudjátok mi az? Compact disk. És hát ezek a compact diskek egyik részű tartalmazhatnak adatokat egyre ritkábban, de tartalmazhatnak zenét is. Ez egy zene CD. Na most akkor azt betesszük ide, becsukjuk az ajtaját, és akkor az ember bekapcsolja, megnyomjuk a gombot, és akkor elkezd világítani, ez azt jelenti, hogy elkezdi lejátszani. A zene CD-nek a kimenetét rákötjük egy erősítőre, és ezen az erősítőn a hangszórók helyére ilyen tekercseket fogok tenni. Itt van egy tekercs a jobb csatorna helyét, meg egy másik tekercs a bal csatorna helyén. Amire még szükségünk lesz, az majd
elmondom, mit kéne csinálni. Azt kell csinálni, így fogjátok, így ráteszitek a fületek, és megkérdezitek, hogy van-e, hogy hallotok-e bármiféle zenét. Nem kell félni. Nézd, ha ide ráteszem a fülemre, van kedved meghallgatni? De ide kéne jönni. Jó, ide az asztal. Tedd már meg, hogy valaki jönne. Gyere ki akkor. Úgy. Akkor ide rá kéne tenni a füledre. Hallasz valamit? Mit hallasz? De őszintén. Szerint... Kicsi susorgás. Tessék? Egy nagyon kicsi susorgás. Hát, az egész biztosan nem hallasz semmit. Az az igazság, hogy ez tipikusan az az eset, várjál csak, nem csak a fizika tanítását szeretem, hogy általában a pedagógiát, hogyha egy tekintély egy gyereknek az azt, hogy mit hallasz, akkor ő valamit biztosan akar hallani. Na, ez tipikusan, de nincs ebben baj, figyelj, mutatok valamit. Fogd ezt meg? Így az ujjadat így akaszd rá. Valami van, láthatóan mozog, és érzel is valamit, hogy mondanád ezt? Rezeg, úgy van. Na most akkor figyelj, ide tesszük a füledet. Na most már lehet hallani az egész zenét. És hogyha szeretnénk mindannyian hallani a zenét, akkor köszönöm szépen, csücsülj le. Én leteszem az asztalra. Most ilyenkor az történik, hogy ebben folyik egy áram. Az áramnak van mágneses tere. Itt van egy mágnes, a kettő kölcsönhat egymással. Nézzétek meg, lehet látni, hogy a kettő egymást rángatja. Nem én lengetem az ujjamba, hanem ezek között kölcsönhatás van. Amikor ezt a mágnest ráteszem az asztalra, és ide teszem, akkor is ugyanígy lögdösi, és ilyenkor az asztal lapot elkezdi rezgésbe hozni. És akkor így tulajdonképpen egy hangszórót készítettünk. Ennél még sokkal varázslatosabb dolog az, vesz az ember egy, biztos, hogy fölismeritek, mi ez? Teáskanna, miből van? Alumíniumból, ugye? És akkor fogja az ember, itt van a mágnes, itt van az árammal átjárt tekercs, és ide fölé helyezem, és megszólal a teáskanna. Tehát így lehet tulajdonképpen megérteni azt, hogy az elektronok keringenek ebben a tekercsben, ezek áramot jelentenek, az áramoknak a mágneses hatása, illetve hát itt most azért már a Faraday-féle indukció törvény is benne van. Na most, hogyha ez mind idáig tetszett, akkor folytassuk azzal, fogja az ember, és vesz egy tekercset. Itt van egy tekercs, nézzétek meg. Ennek a tekercsnek a végére kötünk egy hangszórót. És ezt a hangszórót, hogy elejezzük, ide tesszük mellé. És akkor most már a hangszóró fog megszólalni, és a két tekercs között, ha jól meggondoltok, nincs csak levegő. De mégis, ha egymás mellé tesszük, akkor megszólal a hangszóró. Most lesz vége a számnak, úgyhogy mindjárt keresünk egy másik számot. Tehát igazából lehet hallani, hogy ez itt megszólal, és akkor meg lehet nézni, hogy mikor fog hangosan szólni. Ha közel tesszük egymáshoz, egyértelmű, a távolabb van, akár ide teszem, akár ide, akkor halkabb. Tehát akár innen közelítünk ide, innen közelítünk ide, egyre hangosabb lesz. Azt is lehet, hogy így mozgatjuk, és akkor látható, hogy amikor a két tekercs párhuzamos egymással, és minél jobban egymásban vannak, akkor fog ez hangosan szólni. Mondtam azt, hogy párhuzamos. Nézzétek meg, ha ezt ember elforgatja, akkor gyakorlatilag teljesen el is hallgat. Tehát akkor ebből már egy kicsit közelebb jutottunk, és ami az igazán nagy, ha az ember a fizika könyvet bújja, akkor azt is meg tudja mondani, hogy akkor lesz ennek igazán jó hangereje, hogyha ide beleteszünk egy vasdarabot. Jól érhető. És hogyha ebből a vasdarabból nem egy egyszerű darabot találunk, egy ilyen úgynevezett zárt vasmagot, akkor még hangosabb lesz. És akkor ez az eszköz, amit itt láttok, nem más,
mint egy primer tekercs, egy szekunder tekercs, egy zárt vasmag, ami tulajdonképpen Déri, Bláti és Cipernowski találmánya, az első használható transformátor. Természetesen nem csak zenét tudunk csinálni, ha nagyon akarunk, akár még fényt is tudunk csinálni, nézzétek meg. Egy olyan szerkezetet csináltunk, ami a zene ütemére villog, mert ugye ebben változik a mágneses tér, ebben is fog, és akkor ebben áram indukálódik, és ez az áram fogja világításra kényszeríteni ezt a két fényforrást, ezek ilyen úgynevezett ledek. Ha meggondoljátok, akkor tulajdonképpen ez az, ami azt mondom, hogy egy kicsit varázslatosnak tűnik. Feredé előtt, ha valaki ezt megcsinálta volna, akkor valószínű megégették volna, mint boszorkányt, vagy efélét. De ez ma már olyan tudomány, ami a napjainkban teljességgel beépült, és azt mondhatjuk, hogy ennélkül már nem tudunk élni. Ilyen változó elektromágneses terek nélkül nem lehetne például mobiltelefont se használni. Tegye fel a kezét, aki nem szeretne, hogy mobiltelefonja legyen. Jó, tehát látom, hogy mindenki föltette a kezét. Tehát akkor azért mondom, hogy ha meg akarjuk érteni, ezek mind hogy működnek, persze azt is lehetne, hogy mit érdekel engem, csak működjön. De azért azt kell mondjam, hogy vannak emberek, akik rájönnek arra, hogy nem elég csak az eszközt használni. Szerencsés az, hogyha tudjuk azt, hogy hogyan működik. És végül elköszönésként egy olyan kísérletet szeretnék nektek megmutatni, amely egy optikai kísérlet lesz. Van nekünk egy fényforrásunk. Ez a fényforrás, ez egy lézer. Az a lézer is, hát ha meggondolom, 1960-ban született. Úgy is mondhatnám, hogy egy évvel idősebb vagyok a lézernél. Tehát ez azt jelenti, amikor én meg egy éves voltam, akkor született meg ez a fényforrás. Akkoriban azt mondták, hogy nem tudjuk, mire lesz jó, de biztosan izgalmas. Ma nem tudnánk felsorolni, hogy hány helyen van lézer. Ha megnézitek, akkor ennek egy elképesztően izgalmas kék színe van, és ezzel a kék színnel fogunk foglalkozni. Hoztam léggömböket, és a léggömbök közül most kiválasztok egy kéket, meg egy sárgát. Tessék, ha összekevernénk, és festék lenne, akkor zöld lenne. Itt van a sárga, itt van a kék. Mitől lesz egy léggömb sárga, és mitől lesz egy léggömb kék? Ha úgy is föltehetnénk a kérdést, hogy ugye hallottam, hogy valaki azt mondta, milyen az anyagnak a színe, mitől lesz egy anyagnak kék színe? Akkor tegyük fel a kérdést, na mondja. Tessék? Akkor úgy kérdezem, hogy a kék festéknek mitől lesz kék a színe? Tehát menjünk egyre mélyebben és mélyebben bele. Ez azt jelenti, hogy ha megkérdezi valaki, hogy egy testnek a színe mitől alakul olyanná, amilyen, akkor azt lehet mondani, hogy kimegyek a napra, a napnak milyen színű a fénye? Fehér. Ebben megegyezhetünk. A fehér fényből csak a sárga kerül vissza a szemembe, ez azt jelenti, hogy az összes többi nem verődik vissza, a sárga visszaverődik. A kék pedig attól lesz kék, hogy a kék verődik vissza. Nem tudom, mennyire érthető ez a történet. Általában egy testnek a színe attól függ, hogy az onnan érkező fénynyalábok milyen érzetet váltanak ki az érzékelő szervünkben, a szemünkben. Ez azt jelenti, hogy ha valaki innen csak sárga színű fény érkezik, azt sárgának fogjuk megélni. Ha kék színű, akkor meg csak kéknek. Ez a lézer, ez egy nagyon nagy teljesítményű lézer. Ez azt jelenti, hogy ez több ezerszer erősebb, mint amit szabadna bemutatni, mint mutatópálcát. De ez nem mutatópálca, ez most tulajdonképpen egy tudományos jellegű kísérlet, és úgy is fogom csinálni, hogy még véletlenül se okozza gondot. Tehát meg tudjuk mutatni, hogy a lézernyalábunk itt van. A lézernyaláb csak kék színű fényt bocsájt ki, tehát bármelyik testre rátesszük, akkor az
ezt a kéket tudja csak visszaverni. Hát, hogyha ezzel világítanánk meg az egész termet, akkor a kéknek a különböző erősségeit látnánk, úgy is mondhatnánk, hogy olyan lenne, mint a szürke lenne, csak éppen kék. Annak a különböző dolgait. Ha most az ember rávilágít erre, akkor ez mit fog csinálni? Visszaveri a kéket. Az visszaveri a kéket? Nem. Az el fogja nyelni. Tehát akkor előre meg tudjuk mondani, hogy erre rávilágítok, akkor ezt ki fogja durrantani. Na. Pillanat. Annyi van, hogy ennek van egy fókusza, bocsánat, a fókuszát kellett csak beállítani, és a másikra hiába világítok rá, ez nem fog kidurranni. Tehát ez azt jelenti, hogy a színeknél is tudunk valamit mondani, egyébként ha valaki egy picit utána olvas ennek, vannak úgynevezett komplementer színek, a kék és a sárga tipikusan ilyen komplementer egymásnak ellentetjei, és a vörös meg a zöld ugyancsak ilyen két komplementer szín, tehát amikor az ember a színdinamikáról tanul, akkor ez a vöröset és a zöldet, a kéket és a sárgát egy kör mentén helyezik el, és ezek pont egymással szemben levő úgynevezett komplementer színek, és tulajdonképpen ezzel lehet megmagyarázni azt, hogy az elektromos hullámok, alatt persze értsük azt, hogy a fény is egy elektromágneses hullám, erről majd fogtok később tanulni, azoknak az elnyelődése is egy energetikai folyamat, és abban az esetben, ha el tud nyelődni, akkor kiégeti a léggömböt, ha nem tud elnyelni, akkor pedig visszaverődik. És hát tulajdonképpen akkor itt van az előadásomnak a vége. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket. Amit szeretnék mondani, hogy ha kérdés van, akkor tegyétek fel a kezeteket, és akkor lehet kérdezni. Igen? Van? Akkor még egyszer köszönöm, és akkor jó étvágyat, jó ebédet! Sziasztok!